A műfai tradíciókkal játszik a Klarinét Arcai című koncert, amelyen hat olyan kortárs zeneművet hallhatnak majd, amelyekben mindegyiben fontos szerepet játszik a Klarinét. A fő van Galán Angéla, és Angi, én most nagyon irigyellek téged, ugyanis rajongok a Klarinétért. Sok szeretettel köszöntöm a Kult 30 nézőit. Noémi, hogyha rajongasz a klarinétért, akkor mindenképp itt lesz a helyed majd a koncerten. Miért éppen a klarinét arcai lett a koncert neve? Ugye a Café Budapest Fesztivál évén itt a klarinét kortárs arca fog bemutatkozni, és nagyon érdekes lesz azt végigkövetni, hogy tulajdonképpen a koncerten felcsendülő darabok nagy része speciális játékmódokat vonultat fel, illetve speciális játékmódokat, aztán nem csak a klonét, hanem megyek hangszereken is, és hogy más-más hogy módon sikerült ezeket beintegrálni a, a zeneszerzőknek a, a darabokba, és más-más módon sikerült ebből zenét csinálni. Szóval ez egy, ez egy nagyon különleges hangzásvilágú koncert lesz. Ugye hat különböző zenemű hangzik majd el. Mire törekedtek az egyes művek kiválasztása során? Kettere adok össze programot, Illés Márton, zeneszerző kollégám és barátom. Ő a német kötődésű darabokat, hármat, én pedig a magyar darabokat. Szempont volt az, hogy a klarinét szólóban is megmutatkozzon, mind német, mind magyar részről. Ez Jörg Gidman és Grilus Samu művében lesz hallható, és az is, hogy kamara is halljuk őket, tehát hogy hogyan olvadnak össze más darabokkal. Úgyhogy magyar részről Bella Máté és az én darabom szólal, meg német részről pedig Vito Zsurály és Illes Márton egy-egy műve. És ugye is német és magyar zenészek is közreműködnek. Mi a közös szál bennük? A közös szál az, hogy mindketten valamilyen módon a saját egyetemünkhöz kötődünk, mi nyilván a zenakadémiához mindannyian itt tanultunk, valamikor tanítunk, stb. A németek pedig mind a kászruai, ők egyébként nem németek, tehát van köztük szlovén is, német születésű is, és hát és Márton magyar születésű, ők pedig mind a kászruai egyetemen tanultak valaha, és tanítottak is később. Nagyon szépen köszönöm, tehát október 13-án 19.30-tól a Klarinét Arcai című koncert hallható itt a Budapest Music Centerben.